Karácsony elengedhetetlen része az ünnepet megelőző 4 hét. Az advent különleges hangulata, a várakozás ideje régmúltra visszanyúló téli hagyomány. A tervek szerint ezt az időszakot tölti meg programokkal, és teszi még érdekesebbé a Bonyhádi Vörös Marti Mihály Művelődési Központ. A korábbi években már szerveztünk adventi programsorozatot, sajnos a járványhelyzet ezt az elmúlt évben azért keresztül húzta, de hát itt vagyunk lassan a várakozás időszakában, és jelenleg nincsen olyan korlátozás érvényben, ami miatt ezt ne tarthatnánk meg, úgyhogy nagy-nagy örömmel készülünk programokkal, hasonlóakkal, mint ahogy, amik már korábban is voltak. Délután 4 órakor az advent valamennyi hétvégéjének szombatján lesznek ezek az események. A művelődési központ elsősorban a családoknak szeretne kedvezni. A családokból lesz gyerekeknek és felnőtteknek szóló program is, mindig a gyerekeknek szólóval fogunk kezdeni. Ezek zenés műsorok vagy mesejáték, lesz utána talán vegyesen vagy inkább a felnőtt korosztálynak, amit a gyerek is élvez, egy-egy koncert minden alkalommal, és persze kiegészítő programok lesznek itt, népi fajátékok, és persze mindenféle finom étel, itóka, forralt bor, tea, kürtős kalács, mézes kalács, stb., ami egy-egy ilyen rendezvénynek azért mindig kísérője. A gyerekeknél az első hétvégén Figura Ede érkezik hozzánk a Hohenbér születésnapja című zenés gyerekműsorával, a második hétvégén Kovács Gábor tart hangszerbemutatót és tart műsort a családoknak. A harmadik hétvégén a Mesélő Bőrönt Társulat érkezik Kisfenyő című mesejátékával, és a záró alkalmon Kalap Jakab érkezik vendégnek, mesezenekarával ad majd koncertet. A felnőtteknek szóló műsorból egy kis ízelítő vendégünk lesz Szemerédi Bernadett és Szép Laki Géza, Ferenc Gitta és Kalauz Attila, Marcsek Máté és Kovács Kristóf. És ezen alkalmak elmaradhatatlan eleme az, hogy minden egyes hétvégén felgyúlik egy-egy gyertyának a fénye. Első alkalommal természetesen polgármester asszony is részt vesz az eseményen, ő köszönti az egybegyülteket, és az egyházak képviselői fogják ezeket az adventi gyertyákat majd meggyújtani, és akkor helyi kulturális egyesületek adnak emellett még műsort.